1992-től tartják világszerte az anyateljes táplálás világnapját, más néven a szoptatás világnapját. Egyre több csecsemő hal meg szerte a világon azért, mert nem jut anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében. A szoptatás a gyermek jelene és jövője szempontjából a legfiziológiásabb, a legfontosabb az immunrendszer kialakulása tekintetében, az egészsége tekintetében. És ez volt a világszervezet célja, és nagy örömünkre szolgál, hogy most első alkalommal, de a Szabolcs-Szatmár Vármegyei Oktatókórház Máté Szalkai Tagkórházának szülészeti nőgyógyászati osztálya, és immár együttműködve a július 1-től az intézményükhez tartozó védőnői szolgálattal szervezték meg ezt a napot. És ennek a napnak is a jelentősége és a fontossága részben csatlakozik ahhoz, amit a világszervezet kapcsán elmondtam. Szeretnénk itt is mindenkinek felhívni a figyelmét a szoptatás fontosságára, egyáltalán a gyermekek, a gyermekeink jövőjének a fontosságára. Az egészségügyi szakemberek hangsúlyozzák, az anyateljes csecsemők kevesebb gyermekkori fertőzésen esnek át, legyen szó légúti, bélrendszeri vagy megfázásos megbetegedésekről. Az anyatej ugyanis antitesteket tartalmaz, ezek a fehérjék pedig segítenek megerősíteni a csecsemő immunrendszerét a vírusok és a baktériumok elleni harcban. A szoptatás az valóban egy komplex dolog. Nem egyenlő egy táplálási formával, mert az a biztonságérzet, amit a magzat, az anyaméhben 9 hónapon keresztül érez, az gyakorlatilag a születéskor megszakad. Az anyateljes táplálás nem csak a babák, hanem az anyukák számára is előnyös lehet. Az anyateljes táplálás oxitocint szabadít fel, ami segít, hogy a méh visszahúzódjon a terhesség előtti méretére. Azok, akik szoptatnak, általában gyorsabban leadják a terhesség során felszedett túlsúlyt, ráadásul az anyateljes táplálás csökkenti a szülés utáni depresszió kialakulásának kockázatát is. A szoptatás az egy nagyon-nagyon belsőséges anya és gyermeke kapcsolat. Ezt a belsőséges kapcsolatot szeretnénk mi támogatni minden oldalról. Ehhez biztosítjuk, és ehhez szeretnénk mindenkinek a támogatást nyújtani mindenféle téren, mind szakmailag, mind emberi oldalról. A Máté Szalkai Szülészeti Osztályon jelentős fejlesztéseket végeztek az elmúlt hónapokban, ezt is megismerhették az érdeklődők. Mi egy nyitott intézmény vagyunk alapvetően, hiszen az a célunk, hogy a lakosságot ellátsuk, legmagasabb szakmai színvonalat minden területen tudjuk biztosítani, és mindenütt, ahol lehet, kitárjuk a kapujainkat. Erről van most is szó. Bemutatjuk az osztály minden szegmensét, ahová be lehet menni. Bemehetnek a látogatók, ahova nyilván egy műtőbe, egy szülőszobára nem, azt elmondjuk. Szóban bemutatjuk. Az a célunk, hogy egyrészt, ahogy mondtam, a szoptatás jelentőségét hangsúlyozzuk, megismertessük az intézményt, ezen belül is a kórházat, hogy még tovább tudjuk növelni a lakosság bizalmát az intézményünk iránt. Sokan éltek is azzal a lehetőséggel, hogy jobban megismerjék a Máté Szalkai Szülészeti Osztályt. Nagyon örültem annak a kezdeményezésnek, amit Máté Szalkán elindult, hogy lehetőség van arra, hogy betekintést nyerjünk a szülőszobára, újszülött részlegre. Ezt július hónapban meg is tettem, és nagyon pozitív tapasztalataim voltak ezzel kapcsolatban. Tehát mind a vezetőszülésznő, mind a doktor úr részéről, aki ott végigvezetett bennünket. Úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és egy nagyon jó dolog, hogyha az embernek menni kell, akkor tudja, hogy hova és hogyan, és kit kell keresni. Az anyateljes táplálás világnapja minden évben más üzenetet hordoz, hogy ezáltal egy-egy szoptatáshoz kapcsolódó témát a kommunikáció középpontjába állítson. 2023-ban ez a Tegyük lehetővé a szoptatást, amelynek során a szoptatás és a foglalkoztatás összeegyeztetésének lehetőségei kerülnek fókuszba.